A Regnum Marianum működése a 19. század végén indult, amikor Budapesten 9 katolikus paphittanár közösségi életet kezdett a fiú ifjúság nevelésére, később a lányokéra is. 1951-ben a házat államosították, a Városliget szélén álló kupolás templomukat felrobbantották. Az atyák ettől kezdve rejtőzködve keresték neveltjeikkel a kapcsolatot. A zaklatások folytatódtak egészen a rendszerváltozásig. Ma a Damjanich utcai kápolna épülete az úgynevezett regnumi ősök találkozó helye. 5 nagy fiatal volt csütörtök este az első foglalkozáson, a másodikon 20, a harmadikon 50, aztán nem fértek be. Akkor hívott be Lékai bíboros, maga túlzásba vitte a hitoktatást. Maga más plébániák területén is és lakásokon is tartott hittanórákat, ez olyan súlyos kihágás, hogy magát ezért kihelyezem Budapestről. 1988-as Komárom-Esztergom megyei rendőrkapitánysági jelentés. A fő erőket és eszközöket a Regnum Marianum és a Bulányi féle illegációra kell koncentrálni. Operatív intézkedésekkel történő lejáratására, akadályozására, bomlasztására. Különben akkor kerestek meg általában, amikor sikerült kapnom útlevelet, és ki tudtam jutni, mikor hazajöttem, akkor sok mindent kérdeztek. Egész biztos egy tucat ember volt Esztergomban állítva, ott egymásra meg a bíborosra. A bejárati ajtó a teraszról nyílik közvetlenül a szobájába, amely a vendéglátás helye is. 10 óra 30-kor két nő szólt be, hogy a külhonból Horváth Árpád keresi a plébánián. Emődi elnézést kért, és motorral elment körülbelül 45 percre. Íróasztala tele volt rakva írógéppel, több példányban sokszorosított írógép papírokkal. Szegedi István titkos megbízott, az alábbiakban részletesen ismerteti azok tartalmát. Salamon Tibor tartótiszt megjegyzése. A titkos megbízott a kapcsolat további mélyítése érdekében kereste fel Emődit. Közvetlen feladata volt a lakás alaprajzának és berendezésének pontos megfigyelése. Ha valaki valami rosszat tesz, akkor két eset van. Vagy tudatában van, hogy rosszat tett, vagy vétlenül tette a rosszat. Mind a két esetben megbánhatja, mert hát azt szinte nem hallottam, hogy valaki dicsekedett volna, hogy én meg besugó voltam. Mármint azzal szembe, akit besugott. Akkor meg lehet bocsátani, de ez nem elég. Azt meg is kell bánja, mert bánat nélkül nincs bocsánat. És a harmadik dolog még jóvá is kell tegye. A hálózati operatív munka továbbfejlesztése érdekében a két osztály 1988-ban 25 fő hálózati személy beszervezését tervezi.